a Mi Hazánk képviselői csoportjának vezérszónoka, Dúró Dóra képviselőasszony, az országgyűlés alelnöke. Alelnök asszony is felszólalását itt az emelvény szószékéről mondja el. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A Mi Hazánk mozgalom szerint stratégiailag hibás a kormány gazdaságpolitikája, ugyanis a vendégmunkások tudatos betelepítésével gyakorlatilag bebetonozza az alacsony béreket. Ez nem alkalmas az életszínvonal és az életminőség javítására. A múltik pénzszivattyúja tovább folytatódik, sőt erősödhet, és azt is ki kell mondanunk 13 év kétharmados fideszes kormányzás után, hogy az önök családpolitikája, gazdaságpolitikája sajnos nem volt alkalmas arra, hogy a demográfiai fordulat megtörténjen Magyarországon. Ha a megélhetésről beszélünk, akkor talán a legfontosabb kérdés a béreknek az alakulása Magyarországon, és az, hogy ilyen alacsonyak a bérek hazánkban, ez a kormány gazdaságpolitikájának következménye, egy tudatos politika az önök részéről, és ennek következtében mára odáig jutottunk, hogy a minimál bér hazánkban a második legalacsonyabb az Európai Unióban. Csak Bulgária az, amely mögöttünk van ebben a mutatóban az Eurostat adatai szerint. 2008-ban még, tehát a szocialisták kevéssé dicsőséges kormányzása idején még 8 ország volt mögöttünk a tekintetben, hogy hol olcsóbb a munkavállaló egy munkaadó számára. Most már csak 3-an vannak mögöttünk ebben a mutatóban, tehát ez is mutatja, hogy kizárólag az Orbán kormányok felelőssége és gazdaságpolitikájának a következménye, hogy ebben ennyire visszacsúsztunk nemzetközi összehasonlításban is. Hogyha az oktatási ágazatot nézzük, akkor még rosszabb a helyzet, mert az oktatási ágazatban dolgozó munkavállalóknál a második legalacsonyabb értéket mutatja e tekintetben Magyarország, tehát a pedagógusok bére és általában az oktatásban dolgozók bére rendkívül alacsony, még a teljes magyar munkaerőpiachoz képest is alacsony Magyarországon a többi tagállamhoz képest. De nem csak a bérek nagyságáról kell beszélnünk, hanem a vásárló értékéről is, és a KSH legfrissebb adatait szeretném e tekintetben a tisztelt ház figyelmébe ajánlani, ugyanis a KSH jelentése alapján a munkabér vásárló értéke az elmúlt 7 hónap alatt 48%-kal csökkent, és nem látjuk annak a jeleit a 2024-es költségvetésben sem, hogy ezt a csökkenést valamilyen módon kompenzálnák, vagy még akár ennek a vásárlóértéknek az erősödésére kerülne sor. Ezzel párhuzamosan pedig sajnálatosan azt is látjuk, hogy az egyenlőtlenségek növekednek a társadalomban. Ez az elhibázott COVID-politikából is adódik, illetve a kormány társadalompolitikájának is következménye. Remélhetnénk azt, hogy a bérfelzárkózás vagy felzárkóztatás megindul, ugyanakkor éppen néhány órával ezelőtt fogadta el a kormánytöbbség azt a migráns import törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a vendégmunkások, amelyekre önök a következő években a magyar munkaerőpiacot alapozzák, könnyítetten érkezhessenek Magyarországra, ami ellen a Mi Hazánk mozgalom a leghatározottabban tiltakozik, és semmilyen módon nem tartja azt elfogadhatónak. Felháborító, hogy a következő években akár 500 ezer vendégmunkás érkezhet Ázsiából Magyarországra, hiszen ez gyakorlatilag bebetonozza az alacsony munkabéreket, és a magyar munkavállalók béralkú pozícióját rendkívüli mértékben gyengíti. Az ő igénytelenségük a záloga annak, hogy nem várható a következő években sem az, hogy a bérek felzárkózzanak a nyugat-európai színvonalhoz, és ez további kivándorláshoz vezethet.
Ezzel párhuzamosan, hogy betelepítik ezeket a legális migránsokat, az illegális migrációban résztvevő embercsempészeket is, finanszírozási problémákra hivatkozva engedik szabadon, pedig a határvédelem az ő munkájuknak, idézőjelben téve persze a munkájukat, elleni védekezés eddig is 650 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek, a határvédelemről beszélek, és az egy hiú ábránd a kormány részéről természetesen, hogy az Európai Unió valamikor is meg fogja ezeket a költségeket téríteni. A minap olvashattuk azt a hírt is, hogy egy multicég indiai nőket képez Magyarországra kamionsofőrnek. Indiai nőket képeznek Magyarországra kamionsofőrnek, akik, hogyha ezt a munkát elvállalják, ezt követően rövid idő elteltével a családjaikat is idehozhatják Magyarországra, és csak ennek a programnak a keretében kilátásba helyezték azt, hogy 800 ilyen indiai család érkezhet Magyarországra. Na ez az, amelyből a Mi Hazánk mozgalom nem kér, mert ennek nem csak gazdaságpolitikai, hanem nagyon súlyos kulturális következményei is lesznek, amelyet Nyugat-Európában már láthatunk és tapasztalhatunk. Stratégiai különbség van tehát a kormány gazdaságpolitikai elképzelései és a Mi Hazánk mozgalom gazdaságpolitikai jövőképe között. Mi nem alkúgyárakra, nem alacsony hozzáadott értéket előállító gyárakra szeretnénk Magyarország jövőjét alapozni, hanem a helyben megtermelt élelmiszer helyben történő feldolgozására és az önellátás irányába történő elmozdulásra. Hangsúlyozni szeretném, hogy az önellátás az nem azt jelenti, hogy semmit nem hozunk be külföldről nyilvánvalóan, ugyanakkor stratégiai fontosságú, és ezt talán az aszály és a háború is megmutatta, hogy Magyarország kitettségét a stratégiai területeken minél inkább csökkenteni tudjuk. Ezek tehát azok a stratégiai irányok, amelyekről a következőkben részletesebben is beszélni szeretnék. Az önellátás, a biztonság, a fenntarthatóság és a termelékenység, hiszen a gazdaságunk e tekintetben van talán leginkább elmaradva. 13 év kétharmados kormányzása sem volt elég önöknek ahhoz, hogy például a vízgazdálkodás területén érdemi előrelépések történjenek Magyarországon. Ezt maga a miniszterelnök is elismerte, hogy az az aszálykár, amely a tavalyi évben bekövetkezett és nagyjából 1000 milliárdos nagyságrendre tehető, ez elkerülhető lett volna, vagy részben elkerülhető lett volna, hogyha a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztés megtörtént volna ezt megelőzően, de mivel ezt nem tették meg, ezért volt ilyen óriási kár. Azóta sem történt érdemi előrelépés, ami részben egyébként helyes, hiszen elkapkodni sem jó egy ilyen infrastruktúrafejlesztést, ugyanakkor elkerülhető lett volna, hogy a mezőgazdaság és az abban dolgozók ekkora hátrányt szenvedjenek el. Az energiaellátás tekintetében ugyanez mondható el, Magyarország energiafüggetlensége, vagy az ebbe az irányba történő elmozduláshoz ki kellett törnie az orosz-ukrán háborúnak, meg kellett annak történnie, hogy a gáz ára ilyen mértékben elszálljon, és a magyar kormány csak ezt követően kezdett el gondolkodni azon, hogy a kitettségünket hogyan tudja csökkenteni, akár Oroszország, akár az Egyesült Államok irányába, és hazai erőforrásoknak a termelésével, kitermelésével tudjon e tekintetben gazdálkodni. Sajnos a termelékenységi szintünk is az Európai Unióban a harmadik legalacsonyabb. 2011-ig e tekintetben 6-an voltak mögöttünk, tehát ez a visszaesés is, ez a mutató is olyan, amelyben önöknek még a szocialista kormányokat is sikerült alulmúlni, ami nem kis teljesítmény, de egyértelmű, hogy ennek a kormánynak a felelőssége. Az összeszerelő tevékenységet végző üzemek nem fogják biztosítani azt, hogy a magyar életszínvonal és életminőség felzárkózzon a nyugat-európaihoz, és a külföldi multinacionális cégek támogatása helyett a magyar munkavállalók kétharmadának egyébként munkát adó magyar kis- és középvállalkozói szektor megerősítésére lenne szükség. Maga Orbán Viktor is elismerte, hogy a
multinacionális cégek évente több pénzt visznek ki Magyarországról, mint amennyit Magyarország az Európai Unióból úgynevezett támogatásként, persze ezt nagyon idézőjelbe kell tenni itt a támogatás szót, tehát visszakap, és a visszakap szón is hangsúly van, mert önök a jövő évben is 700 milliárd forintot terveznek befizetni az unió költségvetésébe, úgy, hogy még mindig bizonytalan, hogy mi megkapjuk-e a nekünk jogosan járó forrásokat. Ez elképesztő, tehát legalább azt el kellene érnie a magyar kormánynak, hogy ameddig mi nem kapjuk meg az Európai Uniótól a nekünk jogosan járó forrásokat, addig nehogy már mi befizessük ezt a 700 milliárd forintot, ami szintén a magyar embereknek, a magyar adófizetőknek a pénze. Tehát ha mi nem kapjuk meg a nekünk jogosan járó forrásokat, akkor mi se fizessük be ezt a pénzt az Európai Unió kasszájába. Az Ukrajnának kifizetett 70 milliárd forint is rendkívüli mértékben felháborító, mert azt persze óriási csinadratával tudta bejelenteni Szijjártó Péter, hogy Magyarország nem járul hozzá a közös Európai Uniós fizetéshez, majd egy nap alatt rendeletben erről is döntöttek, és már oda is adták Ukrajnának a háború finanszírozására ezt a 70 milliárd forintot. Az Európai Unióval kapcsolatban tehát az, hogy a multicégekhez kerülnek ezek a támogatások legnagyobb részben, ez mutatja, hogy Magyarország, ha nem is nettó befizető, de nettó ráfizető, és nem véletlenül szokták mondani, hogy Magyarország Európai Uniós tagsága Németországnak éri meg a legjobban. Tehát még önök 70 milliárdot fizetnek Ukrajnának, 700 milliárdot fizetnek az Európai Uniónak, cserébe megkapjuk az ukrán államtól a magyar gyalázásokat, a magyar közösség vezetőinek az üldözését, illetve az Európai Unió pedig igyekszik bevándorlókat a nyakunkra ültetni, és az LMBTQ ideológiát érvényre juttatni Magyarországon is. A nyugat-ázsiai munkavállalók helyett önöknek sokkal inkább kellene stratégiát kidolgozni arra, hogy a nyugatra vándorolt magyarokat hogyan tudjuk hazahozni. Mert ők valóban a mi országunknak a gyermekei, és ez is mutatja, hogy ennyi magyar van külföldön, hogy a devizakérdés sem sikerült önöknek megnyugtatóan rendezni, és a nyugatra vándorolt magyarokra kidolgozott Gyere haza fiatal program még a két ciklussal ezelőtt az egyértelműen befutcsolt, nemhogy hazahozni nem tudták ezeket az embereket, hanem még többen mentek ki azóta is. A Mi Hazánk mozgalom tehát abban látja a stratégiai kitörési pontot, hogyha a helyben megtermelt élelmiszereket helyben feldolgozzuk, és erre tudunk egy perspektívát felhúzni, de önök még az élelmiszeripar tekintetében sem azokat a vállalkozásokat, gazdákat támogatják, akiket kellene, ezt egy konkrét példával is szeretném érzékeltetni. A Belügyminisztérium államtitkára Rétvári Bence bejelentette, hogy az energia-ital fogyasztás visszaszorítása érdekében a kormány egy kampányt kezd, hogy ennek a veszélyeire felhívja a magyar fiataloknak a figyelmét, és államtitkár úr konkrét példákat, eseteket is felsorolt, amikor ezeknek az italoknak a túlfogyasztása miatt akár mentőt is kellett hívni fiatalokhoz. Csak hogy miközben ezt a kampányt folytatja a kormányzat, aközben az energia-italt gyártó céget az elmúlt években kormányzati pénzből 18 milliárd forinttal támogatták. Tehát önök úgy akarják megvédeni a fiatalokat az energia-ital fogyasztástól, hogy közben a szüleik által befizetett adókból 18 milliárd forinttal támogatják az ezt gyártó céget. Ez nem más, mint álszentség. Például ezt a 18 milliárd forintot is odaadhatták volna olyan gazdálkodóknak, akik bioélelmiszert állítanak elő, akik egészséges élelmiszert termesztenek, és akkor ez az ágazat lábra tudott volna kapni. De ez egy álszent politika az önök részéről. És ha már a gyermekeknél tartunk, akkor elérkeztem ahhoz a részhez, amely Magyarország szempontjából a legfontosabb, a demográfia és a családpolitika kérdése. És itt most engedjék meg, hogy egy kicsit távolabbi perspektíváról beszéljek, nem csak a jövő évi költségvetésről, hiszen nincs is értelme családpolitika tekintetében egyetlen évről beszélni, évtizedek tendenciáira kell rápillantanunk.
Ki kell mondanunk és látnunk kell, hogy egy olyan társadalomban élünk, amely kétszer annyi forrást költ nyugdíjra, mint amennyit családtámogatásra. Ennek az oka nyilván Magyarország korfája is, illetve az a tendencia, ami már több mint 40 éve tart hazánkban, illetve Európa többi országában is, évről évre kevesebb gyermek születik. Ugyanakkor a 2024-es költségvetés már nem tekinthető családbarát költségvetésnek, és erre konkrét példákat is fogok mondani, hogy miért nem. A Varga Mihály miniszter úr az expozéjában egyik stratégiai célként jelölte meg, hogy megőrizzék a családtámogatásokat. Ugyanakkor ez az idei évben sem sikerült reálértéken, és a következő évben sem fog sikerülni. A családtámogatások döntő többsége a legtöbbet ugye 2011-ben vezették be, például az adókedvezményeket, ezek gyakorlatilag azóta változatlanok, a két gyermekesek adókedvezményét kivéve. És hogyha ez például a három gyermekesek adókedvezménye arányosan növekedett volna az átlagbérrel, akkor ez ma nagyjából a 2,5-szeresét kellene, hogy érje. De továbbra is csak 99 ezer forint, és ez nem fog változni a következő évben sem. Való igaz, hogy a 2010-es évek első részében az adórendszer nagyon nagy mértékben és kiemelten támogatta a családokat. Ezt el kell ismerni, és ennek meg is mutatkoztak a jelei a termékenység számait illetően is, de most már az is elmondható, hogy egy 25 év alatti gyermektelen pár nagyobb adóalap kedvezményt kap, mint egy 5 gyermekes család. És nem szeretnék a fiatalok adókedvezménye ellen beszélni, ennek is megvannak a maga stratégiai céljai, ez is indokolt. Ugyanakkor látni kell, hogy a családok kiemelt támogatása a többi társadalmi csoporthoz képest elég erőteljesen visszaszorult azzal, hogy a családtámogatások elinflálódtak, illetve nem követték a béreknek a növekedését. Ezért ahhoz, hogy valóban demográfiai trendfordulóról beszéljünk, teljesen új típusú családtámogatások bevezetésére is szükség van, és arra is szükség van, hogy ezek a meglévő családtámogatások legalább megközelítsék arányaiban azokat az értékeket, amelyek a 2010-es évek első felében jellemzőek voltak. 2023 egy olyan év is volt, amelyre nagyon rég nem volt példa, hogy családtámogatásokat megszüntettek, tehát nem bővültek a családtámogatások típusai, hanem három családtámogatási forma is megszűnt 2022. december 31-ével, és ezek 2024-ben sem lesznek újra elérhetők, tehát nem beszélhetünk bővülésről sajnos a 2024-es évben sem. Ráadásul ez most már megmutatkozik a termékenységi adatokban is, ami a legnagyobb probléma. És nem szeretném azt a látszatot kelteni senkiben, hogy úgy gondolom, hogy kizárólag a pénzbeli juttatások azok eredményezni fogják azt, hogy több gyermek születik. Ugyanakkor az anyagi biztonság az a fiatalok által is megjelölt egyik legfőbb elvárás a gyermekvállalással kapcsolatban. És egyébként a mutatók sem támasztják alá azt, hogy minél gazdagabb egy társadalom, annál több gyermek születik, hiszen Európa nyugati felén sem jobbak a termékenységi adatok, mint nálunk, szemben mondjuk Afrikával, ugye, ahol sokkal alacsonyabb az életszínvonal, és mégis több gyermek születik, de a Magyarországon belüli eloszlás tekintetében is azt látjuk, hogy a legszegényebb régió, az észak-kelet-magyarországi régióban születik a legtöbb gyermek, és Budapesten a legkevesebb, tehát arányaiban. Tehát nem feltétlenül fekete-fehér ez a kérdés, hogy kizárólag pénzbeli juttatásokkal lehet növelni a termékenységet, ugyanakkor az elmúlt 13 év azt mutatta, hogy a kormány által valóban megnövelt családtámogatások elindították a termékenységet egy pozitív irányba, javult a mutató a 2011-es mélypont után, de a tavalyi évben ez a javulás, ez megállt, sőt visszaesett.
És ez az, amit nagyon szeretnék, hogyha a döntéshozók érzékelnének, hogy ez mekkora probléma. Nincs ennél nagyobb probléma. Nincs ennél nagyobb kihívás, amivel Magyarországnak szembe kell néznie a 21. században. Mert az a cél, amit miniszterelnök úr megfogalmazott, amikor 2018-ban miniszterelnöki beszédét elmondta itt, hogy 2030-ban 2,1 legyen a termelékenység, azaz gyarapodó, lélekszámában gyarapodó nemzet legyünk, attól most távolabb kerültünk. Hogyha időarányosan a bejelentésétől kezdve időarányosan növekedne a termékenység, akkor most már az 1,7-et kellene közelítenünk, de az 1,6-ot sem érjük el, épp hogy majdnem elértük, 1,59 volt a termékenységi arányszám, ez esett vissza 1,54-55 környékére. Tehát a baj óriási, és a költségvetésnek ez a legnagyobb hiányossága, hogy nem szembesül eléggé azzal, hogy nem állhat meg Magyarországon a termékenység növekedése, nem eshet vissza. És nem, hogy nem infláció követő a rendszer, de nincs olyan eleme, amely ne veszítene a reálértékéből ismételten. Nincs egyetlen olyan családtámogatási forma sem, amely bővülne. Mindegyik csökken. És ez nem megengedhető. És a gazdaság szempontjából még egy területről szeretnék beszélni, amelyről egyébként szintén beszélt miniszter úr is az expozéjában. A beruházások, innovációk folyamatos fenntartását jelölte meg célként, illetve ezt kiegészítem az oktatás finanszírozásának a kérdésével. 2017-től kezdve Magyarországon az oktatási ágazatra a GDP arányos ráfordítás folyamatosan csökkent, sőt 2001-ben, tehát szintén Orbán kormány időszaka alatt 5,4% volt a GDP arányos ráfordítás, 2024-ben 4,9% lesz, tehát még azt a szintet sem éri el, amit egyébként 2001-ben, szintén Orbán Viktor kormányzása alatt önök biztosítottak ennek az ágazatnak. Ha csak erre a szintre felemelnék GDP arányosan az oktatás támogatását, akkor nem függene az Európai Uniós pénzektől a pedagógusoknak a béremelése, ami egyébként filozófiáját tekintve is elfogadhatatlan a Mi Hazánk mozgalom szerint, de arra szeretnék rávilágítani, hogy volt olyan időszak Orbán Viktor kormányzása idején, amikor megtalálták azt a kellő forrást állami pénzből, amely biztosította, hogy az oktatás finanszírozása egyébként akkor még Európai Uniós összehasonlításban is GDP arányos tekintetben az átlag fölötti volt, hiszen az Európai Unió 5%-ot várt el akkor is, de most ez nincs így, és ezért megint kizárólag a kormányzat a felelős. És ez a csökkenés, ez továbbra is megmutatkozik sajnos az eredményekben is. A felsőfokú végzettségűek tekintetében a 25-34 éves korosztályban, tehát a fiatalok körében, nem is azt mondhatnánk, hogy egy szocialista örökségről beszélünk, az Európai Unióban a 25. helyet foglaljuk el. 25. helyet. És ez önmagában szintén nem lenne probléma, ha lenne emellett egy olyan erős szakképzésünk, amely jó szakembereket biztosít, biztos megélhetést biztosít, de közben a szakképzést is szétverték, gyakorlatilag nem is az Oktatási Minisztériumhoz tartozik. És amiről miniszter úr beszélt, hogy az innovációk folyamatos fenntartása cél a költségvetésben, az szintén nem teljesül. Az egy lakosra jutó innovációs ráfordítás a felsőoktatásban ugyanis Magyarországon a V4-ek között a legalacsonyabb. És itt nem is a nyugat-európai vagy a skandináv országokhoz hasonlítom össze hazánkat, hanem igyekszem korrekten csak a V4-eket felsorolni. Az utolsó helyen vagyunk, holott 10 évvel ezelőtt még e tekintetben sem voltunk utolsók, sőt a csehek után a másodikok voltunk, de most már lehagytak minket a lengyelek is, és a szlovákok is. És ez mutatja, összekapcsolva azzal, amit az elején mondtam, hogy a kormány
gazdaságpolitikájának stratégiai része, hogy nem fektet be az oktatásba, nem egy tudás alapú társadalmat akar létrehozni, és ez predesztinálja arra Magyarországot, hogy alacsony bérekért fognak dolgozni összeszerelő üzemekben a magyar emberek, kiegészülve azzal az 500 ezer vendégmunkással, akiket a következő években önök ide fognak telepíteni. Ez nem az a jövőkép, amit a Mi Hazánk mozgalom Magyarországnak elképzel. Mi azt szeretnénk, ha arra alkotnának stratégiát, hogy a Nyugat-Európában dolgozó magyarokat hozzák haza, és a termékenység növekedése az ne álljon meg, ne essen vissza, hanem ismételten cél legyen, valós, reális cél a lélekszámában gyarapodó nemzet. És a munkavállalóknak az úgynevezett humán fenntarthatósági mutatóiról is szeretnék néhány szót beszélni, mert ez szintén költségvetési szempontból is Magyarország számára kitörési pont lehet. Az életmód ugyanis kétszer jobban meghatározza azt, hogy milyen az emberek egészségi állapota, mint maga az egészségügyi ellátórendszer. Magyarországon a három vezető halál ok mégis olyan, amely az életmóddal függ össze. És az elkerülhető halálesetek, tehát az életmódváltással megelőzhető halálesetek tekintetében Magyarország az Európai Unióban visszafele a második helyet foglalja el. Európa legelhízottabb nemzete vagyunk. Még sincs arra kormányzati stratégia, hogy ezen változtassunk. A magyar embereknek az 59%-a saját bevallása szerint soha nem sportol. Ha hozzávesszük azokat is, akik azt mondják, hogy nagyon ritkán sportolnak, akkor már is a lakosság 3/4-ét kapjuk meg. Katasztrofálisak a mutatóink e tekintetben. Holott az életmódváltással a termelékenység is növekedne, hiszen egy egészségesebb munkavállaló jobban tud teljesíteni a munkahelyén is, ráadásul az egészségügyi kiadásokat is nagy mértékben tudnánk csökkenteni, hogyha erre sort tudnánk keríteni. Tudom, hogy van a kormányzatban, aki ezzel foglalkozik, ugyanakkor átfogó stratégia arra, hogy a táplálkozás, a mozgás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a drogfogyasztás területeit áttekintsék, és hosszú távú stratégiát alakítsanak ki e tekintetben, ilyen munka nem folyik jelen pillanatban a kormányban, pedig szükség lenne rá, és a fenntarthatósági mutatók, illetve a KSH adatai alapján közép és hosszú távon is távolodunk azoktól a céloktól, amelyek azt eredményezhetnék, hogy javuljon a magyar lakosság állapota e tekintetben. Összefoglalásként Csat Magdolna professzor asszonyt szeretném idézni, aki rendkívül lényeglátóan foglalta össze azt, hogy mi is a baj a magyar gazdaságpolitikával, és mi az, ami kitörést tudna jelenteni. Így fogalmaz professzor asszony az egyik tanulmányában. Le kell vonnunk azt a következtetést, hogy az extenzív mennyiségi beruházások erőltetése, a további összeszerelő üzemek, közöttük is a különösen nagy energiaigényű ágazatok betelepülésének állami támogatása mellett Magyarország nem tud feljebb lépni a fejlettségi létrán. Ha továbbra is olcsósággal, külföldi befektetésekre támaszkodva, és nem tudással, innovációval, nagy hozzáadott értéket előállító, fenntarthatóan működő gazdasági szerkezettel akarunk versenyezni, akkor a tudás és innováció alapú versenyben lemaradva, az életminőségben és életszínvonalban nem tudjuk behozni a fejlettebb országokat. A Mi Hazánk mozgalom számára az előbbiekben elmondottak miatt a költségvetés tervezete nem támogatható. Köszönöm a figyelmet!